Na, szia! Már bemutatkoztam, hogy engem Szilvinek hívnak. Szeretném, hogyha mindenki bemutatkozna. Ez az első jóga óránk együtt. Mira kezdünk? Mira vagyok. Mira, és honnan jöttél? Melyik iskolából? Telki iskolából, és a szomszédod vagyok. Igen, és hány éves vagy? 8 és van egy macskám, aki nagyon cuki, a legcukibb a világon, és úgy hívják, hogy Magin. Szuper! És hogyha jellemezne kéne az iskolát, íz szerint, hogy sós, édes, keserű, savanyú, melyiket mondaná ebbe? Keserű az élet. Dorkának már keserű az élete. Igen. Na, Dorka, miért? Azért, mert még elkezdtünk egy ilyen bikuszos játékot. Ők a bikák, és akkor én vagyok a gazda. És akkor most utána beszélgetünk, igen. Csak simán miért. Hány éves vagy, és milyen ízű vagy? Dorka vagyok, 8 éves vagyok, és nagyon keserű lett. Neked is keserű. Na, tehát mi nem állunk jól iskola szinten. Következő, ki szeretne adni? Igen. Réta vagyok. Ki a Réta? 8 éves vagyok, és keserű az iskola. Keserű az iskola. Ha, 3-ból 3. Bogi? Bogi vagyok, és 8 éve, és keserű az iskola. Ajaj. Hát, segítsen, hogy Zsófi vagyok, 11 éves, és sós az iskola. Sós? Na, Sidi beltöltünk a keserűtől. Az jó. A sós kell. Hát, olyan jó. 8 éve. Bocsánat, hogy hívnak? Kata. Kata. Szia, Kata. És az iskola édes. Édes? Az első ember, aki szereti az iskolát? Aha, én szeretem. Csak valamikor, amikor... Nem szeretem. Én csak valamikor tudom. Jó. Na, akkor helyezkedjünk el a körülésben. Amikor jó lesz. Szuper. Mindenki vegye fel a barát szemüvegét. Nézzük meg, hogy mindenki itt van. Én látom, hogy itt van. Én nem vagyok itt. Egy ilyen zó. Én úgy látom, hogy itt vagytok mindenki. Egy ilyen zó vagyok itt. Ki jogázott már? Én anyámmal. Nagyon jó. Én is. Ki tudja, mit jelent a jóga szó? Mira? Na, akkor egy pár szót, most én beszélek. A jóga azt jelenti, hogy egység, és az Indiából indult, nem tudom, ki hallott már erről. Több ezer éve alakult ki, és nem volt semmilyen írásos emlék róla, hanem az emberek mutatták egymásnak, és mi maradt fenn. Jó, röviden ennyi. Na most ahhoz, hogy belépjünk jóga országba, szeretném, hogyha elmondanánk a titkos jelszót. A titkos jelszód az lesz, hogy OM, így tartjuk hozzá kezünket, azért csinálom így. Viszont mielőtt elkezdjük bengetni az omot, szeretném, hogy mindenki kiegyenesíteni magát, mert görbe embereket látok ilyet, szépen egyenes hátakat, a gerincoszlop az olyan legyen, mint egy aranyszál, gyönyörűen, olyan legyen, mint hogyha fel lennétek függesztve a plafonra. Fejtetővel meg próbáljuk meg elérni a lámpát. Az már sok mina, ez már sok, jó, fejtetővel ez a fejtető. Szuper, azért levegőt vegyetek. Nagyon szép hátakat látok. És akkor most háromszor fogjuk zengetni az ómot. Az a lényege, hogy az orrunkon beszívjuk a levegőt, és kifújjuk majd a szánkon, és közben zengetjük, hogy óm. Az első az viccesen lesz, mivel ki mondja, hogy akarja. A másodikat röviden, és a harmadik lesz az igazi órás. Mehet. Beszív a levegő. Sünny felébredt, belőfényes napsütésre ébredt, megnyújtózva. Kikelt az ágyából, és kiszaladt rögtön be a fürdőszobába. Csináljátok vele, mikor? Kiszaladt le a fürdőszobába, hogy megmosakodjon. Elkezdte tappan az ilyen kezét erősen. Szóljatok, hogyha már van a tappan a kezetek között. Elkezdte megmosni az arcát. Kezdte azzal, hogy
finom körkörös mozdulatokkal. Megmasszírozta a homlokát, jaj, de jó az iskorán reggel. Aztán lecsukott a kezdve a halántékára, azt is megmasszíroztam. Aztán varázsszemüveget rajzolt magának. Majd eszébe jutott, hogy anyukájának van egy titkos levendula hivatú arckréme. Kipróbáljuk. Ó, de jó illata van. Aztán megsimogatta, megmasszírozta az orrát. Aztán megfoskolta az arcát, mindenkinek kíros pontját legyen. És meghúzigálta a fülét, megnézte a nyelvét a tükörben. Kinek a leghosszabb? Azt a mindenit! És most jött a fejmasszázs. Ez a legjobb része a reggelnek. Általában hajat szokott mosni, de ma nem volt kedve. Megmasszírozta. Jaj, de jó. Nagyon szuper. Mit felejtette? Labellóval bedugrozni a száját. Hát a szél ellen. Nagyon jó. És akkor eszébe jutott, hogy mi ez a csepp? A kocskát teszünk összorából. Nagyon sajszerű. Megint itt a kocskát. Egyéb a fürdőszoba, itt leszek majd 20 percig. És akkor nagy gondoskodásban levette a fésüvét. Háj, Istenem, hova tettem? Gondolkodott. Jaj, ilyen erdő. Érte csak megtalálta, ott volt a fésülködő asztala. Föl is vette és elhagyta a helyére. Aztán nagyon korgott a gyomra, kiment a folyamába, reggelit csinálni. Tej meg vízt akart tenni. Ízdeleti a tejvegvíz? Én. Nagyon jó, balra is megkeverjük ezt a tejvegvíz, mielőtt leégne. Mit szórjuk a tejvegvízre, mivel esszük? Kakaóval. Kakaóval. Szuper. Fahé, nagyon jó. Mazsola? Valaki mazsola? Oké. Okay. Oh, azt is bekeverezte az összeset. Nagyon, nagyon jól esett neki. Aztán eszébe jutott, hogy ma hosszú útra indul. Úgyhogy elkezdett vajazni egy óriás zsömlét. Úgy vajazunk, hogy a hasunk hozzáér a combunkhoz. Nyugodtan állítsátok be a lábatokat, nem kell nyújtva. Szuper vajas kenyeret csinálunk. Rakjunk rá májkrémet. Ki mit szeretne még? Sajtot. Sajtot, nagyon jó ötlet. Rakjunk rá sajtot, majonéz. Szórjuk meg majonéz. Azt nem nagyon szeretem. Bors. Bors? Bors. Ez egy kicsit csípős. Egy kis hagyma. Friss hagyma, nagyon jó. Szalámi. Szalám, ez egy gazdag szendvics lesz. Sajta. Uborka, nagyon jó, utolsóan a uborka, és becsomagolta a friss zsömlét, és berakta a hátizsákjába. Aztán eszébe jutott, hogy a boltról le kéne venni egy kis almát, azt is berakta. Jaj, hát is nem akarok szomja halni, egy kis mána szörp. Jaj, és hát egy kis zsebpénzt is vigyünk, hát ha anyukámnak találok valamit, mert ez a cél. Na meg egy kis nasi csokit az útra. És ezt én berakta a zsákjába, fölkapta a hátára, és ebben a pillanatban szomszéd macskája, Malvin, beugrott az ablakpárkányra. Minden reggelit szokta elvégezni a reggeli tornáját. Domborította. Majd körülnézett, hogy kiváltja az ő gyönyörű farkát. Megint domborította, felállította a szőr. Majd a jön körülnézett, de senki nem figyelt rá. Aztán egyszer csak észrevette gyökeret. Elkezdett csak körzéstékezni. Jobbra. Majd balra, majd egyszer csak megmenekedem, és felvette a vadászok pozícióját. Erősen tartotta a mozdulatlanul, a tenyerével nyomta a párkányt, majd várjon kezett lábat. Szuper erős macska volt, majd úgy elindult az egészen. Könnyű, így magára maradt a rossz babájával, álljatok össze párba. Na, ott a zsoki. Jó, üljetek egymással, hát, én mutatok itt, meg üljetek egymással háttal, anyakül. Mutatok ülésbe, szuper, lehet, hogy nyugodtan a jóga matraszon, nem kell keresztbe ülnetek így. Mindenki a matraszon legyen, és akkor senki nem padlom. Na, most szuper, Bogi meg háttal. Megvan? Zsoki, ti is matraszon. De így jobb keresztbe? Szuper. És Sünni elkezdett egy olyan nyújtást csinálni a rongybabájával, hogy mondjuk Mila előre hajol, megfogta a kis lábujjait, de úgy, hogy összehúztuk a lábunkat, összeolasztott, hogy belüknek, nem úgy, bocsánat, összezártuk. Igen, te pedig hanyadtél, anélkül, hogy lefejjel mink a más. Nyugodtan ne engedd el a kezed, csak törj rá. Úgy bízzál benne nyugodtan. Szuper nyújtás, akár föl is emelheted magas tartásba a kezed, többiek is csinálják.
Úgy kényelmes a Mira? Jó nyújtó pozíció? Szuper, nem tudjuk kérdezni, és nem tudjuk. Úgy, nyugodtan merjétek hátra a hajón, de hajtsd hátra a fejedet, nem kell tartani. Elvira Zsófi, jó, és most ti elboldhatok egymást, ezért jó. Fenét, az itt van a fenéknél, szuper, és így hátra a hajón, nagyon jó. És most vissza, másik dőlre, nagyon jó. Ilyen nyújtást csinált a Sülini, nagyon jól érezte magát a ronybabában. A ronybaba is izgett, mozgott, akár csak a mi dorkánk. És még egyszer hajlás másikra. Szuper, és ellentétesen. Nagyon jó. És most egymás felé is fordultok szembe. Mint két cica, ugye itt párosan. És a következő páros gyakorlat következik, amit Sülini szintén a ronybabájával végzett. Az egyik lábad közelíted a homlokodhoz, úgy mutatom, közelíted a homlokodhoz, majd felemeled a fejedet is, és a lábadat is az égbe. Megvan mindenkinek? Mire láttad? Igen. Nagyon szuper. Utána megint csak fejhez közelít a tél, és felemel a láb, nem kell spiccelni, nyugodtan kényelmes, mint egy romba van. Majd megint, és felemel. És ugyanezt a másik lábbal, hogyha fél oldalasak legyünk. És felemel, és felemel, és ebből is még egyet, és felemel. Hát azt hiszem, Sünn teljesen jól bemelegedett, meg volt a reggeli tornája, betudta magamon a szancsot, és kiment a ház elé, mindenki visszamehet a matracára ügyesen, úgyhogy elférjetek egymás mellett, szuper. És ahogy kilépett a házából szemben egy törzsvel megpillantott egy óriási hintát. Összehúzta magát és felugott a hintára. Azonnal elkezdett hintázni. Ki szeret hintázni? Óriás hintákat szeretnék látni. Egész nap itt hintázott volna, de ez egy jóga hinta volt, ahol csak annyit hintázhat, ahány éves vagy. Úgyhogy mindenki 8, illetve Zsófi 11 hintát lehet hintázni. Homlokunkat tapasztunk rá a térdünkre. És szorítsuk ezt a lábunkat, így hintázunk. Egészen föl a bál övig. Sünn is 8 éves. Úgyhogy szerintem már megvolt. Akinek megvolt, az a 8-ra ugorjon föl! És kigurultunk a hintából. Ó, egy szuper hintázó. Mire is tényleg megérkezett. Sünn is felnyújtozott az ég felé, gyönyörűen sütött alá. Majd hopp, piros bogyókat talált a fűben. Nem hajszolni. Majd megint lehajolt. Hát inkább lefekszem a fűbe. És innen lak már a templomon. És én megnyomom a világot, hogy kivált engem. Senki nem látta. Majd felemelkedett. Érezte a hátán a napsütést, hogy a tüskény, hogy csillog a napsugár. Majd fellépett. Megint elmaszott még maradék két darab bogyót. És megköszönte a lapocskának, hogy ilyen szép idő van. Gondolta, még egyszer megcsinálja ezt szépen, még már hatra, csak a légzések kellene. Egyenesben szólj, fejed nem ló, és csak tartod magad. Lehet, hogy jó, hogy előre ugrasz, aki tud. Szuper! Megint csak feljövünk. Na hát ezután a Sünn felhoztak a bizonyére. Sünn döntött, hogy elmegy az erdei jógihoz, pillangóhoz. Pillangó jógi már ott hintázott a torzáncán. És a kémán tükréhez, varázs tükréhez beszélt. Tükröm-tükröm, mondd meg nékem, melyik jogapot tanuljuk a héten? Elért oda Sünni. Mi a varázs tükör azt válaszolta. Ma az ajándékot tanuljuk. Sünnek kell rajogott a szeme. Hát pont azt a keresek az anyukámnak. Ki szeretne nekem segíteni, dolgozni a olyan tíra? Maradj egy gyerek, nyugodtan. Jó, Szimány, gyere előre. Maradj az elejére. Nyújt a szülés. Jó, és most gördülj hátra úgy, hogy a fejed fölött hátra érzed a lábadat. Ugyanígy nyújtva. Gördülj hátra a haját, igen. És azt úgy oda leteszed.
Jó, és magas tartásban van a kezed, és belerakod az ujjaidba. Bocsánat, a magas tartás az így, és ott van. Hát egy szuper ajándék, hogy szépen zárva van a lábad, a fejed hozzá, a térdeket, gyönyörű. Ki szeretnél szalaggal átkössük? Én! Nagyon jó, akkor a karjaidat tedd a térhajlad, a szuper. Gyönyörű. Na mindenkitől kérek szépen egy ilyen ajándékot. Mira szép esett kicsit? Gyönyörű. Azt a mindenit. Kinek ilyen színű a szalag?
helyet az erdőbe, amikor a bokor mögül kiugrott a sártaróka. Szia, oh! Süni! Süni úgy megjött, egy kör egyik láb, másik kör bácsit a kibottan lábat megjöttek. Ezt én arra viszem be, hogy nem veszik. Süni úgy megjött, hogy leesett a bicikliéről. Az összes tojás szétgyúlt és eltörött egy könnyek is közben. Óvatosan. Kicsit eljövünk. Sönnyi elpityerekte magát, éppen odaért egy csodálatos fához. Lehet ide rakni a lábat, lehet ide rakni, térdhet senki ne rakja, jobb vagy lejjebb, vagy aki nagyon ügyes és jól egyensúlyérzik, az is jó, ha meg tudok figyelni. Felfák vagytok, lehet, hogy könnyű fáj. Óriás a tövőben sírt a sűrű, zsákolottak a könnyék, most mi lesz oda menni, akkor rácsunk lába, a másik lábunkra. Nagyon ügyesek van, gyönyörű fáknak látok. A sántaróka azt mondta neki, egy-egy sebány sűrű, segítek én neked, csinálni, készítsünk anyukának ajándékot. Készíteni, mit készíteni? Gyere utána! Keresünk a fűben, mint a krokodilok, úszunk-mászunk, össze-vissza mehetek, nem kell körbe, mint a babák, keresünk száraz dolgyakat, szalmát, virágot, és fogjunk neki kosarat. Összetették a környékről az összes virágot, az összes falágot. Képzeljétek, hogy a gyerekütött az ura, elkészült a kicsi kosár, Süni a munkájára. Süni nagyon elfáradt ebben az egész napot keresésben, kiküldésben a magépáltatásban. Úgy döntött, hogy lefeszik néhány ilyen kicsit a fatövében. Kezdődjük haja. Szépen ügyesen. Haja. Annyi fekvő mire? Az hasonló. Nagyon jó. Tenyerek fölfele. Nem kell felemelni. Magad mellett kényelmesen, csak a tenyér legyen fölfele. Szuper, és most mindenki pihenni fog. Mindjárt érezni fogjátok, hogy dolgozik a számat felétek. Jó magára. Gondoljátok azt, hogy ezek a buborékok olyan nagyok, hogy belefértek. Csukjátok be a szemeteket. És bújjatok bele az egyik buborékba. Legyetek valamilyen színűek, amilyet szeretnétek. És akkor a buborékból felemelkedtek, kirepültök az ablakon, fel a felhőt fölé, és megláttuk egy gyönyörű homokos tengerpartot, ahova leszálltok. Leszáll a szőnyegetek, gyönyörű szexi fürdőruhában vagytok, és napoztok. Érzitek, hogy a finom, meleg napsugár érinti a lábujjakat, finom felhő csiklandozza a talpatokat, és érzitek, hogy egyre meleg. Kezdjétek elengedni a lábfejeteket, semmiféle izom nem tartja őket, pihennek. Ismételjétek magad ural. Jól fekszem, pihennek, kellemes. Jól fekszem, pihennek, kényelmes, kellemes. Kezdtek ellazulni. Finom melegség átjárja az egész lábatokat. Érzitek. Egyre mélyebben nyomódik be a lábatok a tengeri kovokba. A combotokat is átjárja a melegség. Teljesen elhagyja a lábatok. Megérkezni a pihenést is sem sokat dolgoztatok. Aztán ez a melegség egyre följebb húzik. Csípőtünkben, hasatokban. Figyeltek a légzésetekre. Érzi ezt a melegséget egészen, mint egy teljes mártasatok. Karok is elfáradtak, hagyjátok, hogy elengedjük őket, elnehezedjenek, semmilyen nem mondok, csak fekszetek,
mozdulni. Gúruljatok jobbra-balra, mintha csak meg akarnám átúzni a tengeri homokban, és érezni akarod a fületben a homokot, vagy éppen a talpadon. És ha már így érzed, hogy kimozogtad magad, akkor jövőjetek rá. Egy kis terpet beérkezett a sűrű, ahogy fölébre. A nap már sajnos lemelőben volt, nem soká elbúgálni jövök. Úgy döntött, hogy még egy utolsó üdvözletet még a nap felé, hogy ilyen csodálatos napot szolgál neki. Milyen beszéljük a levegőt is, felemelkedünk. Betartjuk. És... Na, érted. Egy utolsó, legnagyobb levegővétel. Szuper légzőnye fordjuk végezni. És most jön a játék. Ezt arra visszük. A matracokat húzzuk arra. Na, hogy senkit ne zavarjon. Zoknikat is ide dobhatjátok. Nyugodtan. Senkit kell velem szükség. Szeretnék egy kört. Én vagyok középen, kicsit távolabbi kört, hogy kb. Akkor legyen a sugara, hogy ez a kígyó átérjen. Kicsit még távolabb, levegősen, szuper. Dorka, mondj nekem egy számot, ami 10-nél kisebb. 9. Szuper. Na most akkor, mivel 9-et mondott a Dorka, így hívna legyesünkre kárta. Az lesz a feladat, 9-szer kell átugrani a kígyót, amit én itt törgetek. Ha egy valakinél megakad, előről kezdjük. Jó, tehát a 9-ig hibátlanul kell ugrálni. Aki hibázik, akkor előről kezdjük. Semmi gond. Egy csapat vagyunk. Mehet? Uh-huh. Na. Egy. Kettő. Újraindul. Egy. Újraindul. Koncentrálni, nem nehéz. Egy. Újraindul. Egy. Kettő. Megkiment, ugye? Tudjátok? Egy. Na! Most mindenki átszellemül. Menni fog. Egy. Kettő. Három. Szuperek vagytok. Négy. Öt. Hat. Na most következő, ezt itt elviszem. Ez lesz a feladat. Egyik sarokba menjetek át. Ez itt az óriás tenger. Ez itt a polip karja. Én vagyok a polip. Úgy kell átmutatok délre, hogy a polip karja nem ér hozzátok. Amennyiben hozzátok ér, én mozogni fogok, nem itt egy helyben állok. Amennyiben hozzátok ér, akkor kiálltok, ez a háló, egy aranyháló. De kiültök, kiálltok, teljesen mindegy. Viszont ebben a hálóban egyszerre csak egy ember tartózkodhat. Tehát ha még valakihez hozzáér a polip karja, akkor ez felváltja azt, aki benn van. És az kiül. Tiszta? Na, akkor gyertek! 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 Hálóma! Eljünk! 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 Eljünk!
Körbenüljünk le. Gyorsan osztok. Könnyen egyenes háttal ülni. Gyönyörű egyenes háttalat szeretnék látni. A szerencsés. Mit kell diszkózni? Mindenki vehet egy szőlőcukrot. Annyi szőlőcukrot vehetek, ahány vesétek van. Körbe adom, jó? Tudja, hány vesét? Hány vesét? Nagyon jó. Kettő. Oké.
játékmesénk van. Fáraszt, te van esetleg. Nekem nem volt ilyen kötő. Bogi, tiéd a delfinem? Nem. Tamira is.